Március elején indult el a Start munkaprogram Sárospatakon több mint 200 fő bevonásával. A héten a pénzügyi és gazdasági bizottságülésén beszámolót hallhattak a tagok a pályázat eddigi eredményeiről és további lehetőségeiről. Hajdu Imre elnök elmondta, a projekt keretében számos területen tudnak munkát biztosítani a résztvevők számára, illetve Sárospatak infrastruktúrális megújulása is várható a közeljövőben. Például azért a Bodrog rehabilitációjával, közútprogrammal, mezőgazdasági startmunkaprogrammal, mezőgazdasági fóliás növénytermesztéssel, illetve az illegális szemét programmal. Ezekben például, hogy járólapos gyalogjárdák felújítása fog történni az Erdély János úton, az Esze úton, a Kátyúzás, útpatka rendezés a Csokonain, a Kossuth Lajoson, a Herceg utcán és a József Attila utcán is. A Kátyúzás követően az autóbusz forgalmat a belvárosi Ovoda utcájáról átirányítják majd a Csokonai útra pontosan a Csokonai és a József Attila utcának a, a kátyúzását követően a buszforgalom a József Attiláról a Csokonaira fog áttevődni, tehát nem fogja terhelni tovább a buszközlekedés az egyébként is ugye az óvodával, illetve ez egyéb közintézményekkel a sűrűn telerakott József Attila utcát, viszont a Csokonai út, ami ugye ezzel párhuzamos egyelben a sinek felé, az erre a célra tökéletesen alkalmas lesz. A pénzügyi és gazdasági bizottság tárgyalta még a Viszmajor pályázat beadását, illetve a bölcsöde felújításával, fejlesztésével kapcsolatos pályázatot is, ahol az intézmény korábbi fejlesztési projektből kimaradt elemek megvalósítását tervezik, úgy, mint a hőszigetelés vagy a fűtés korszerűsítése.